Fizika óra a Ciszterci gimnáziumban. Ez az egyik olyan tantárgy, amelyben Angyal Péter magasan kiemelkedő teljesítményt nyújt, olyannyira, hogy ő az egyetlen fehérvári diák, aki az idei diákolimpián induló hatfős csapat tagjaként ezüstérmet szerzett Dél-Afrikában. A tizedikes fiúnak azonban néhány éve még nem a tanulás volt az első. Már ötödikben rögtön látszott, hogy egy tehetség, bár akkor inkább még a futball iránt érzett nagy rajongást, és aztán hatodikban volt egy térdsérülése, amikor abba kellett hagyni a futballozást, és akkor neki állt a mateknak először, és hetedikben aztán bejött a fizika és a kémia is. Biológia, kémia és fizika tudásának köszönhetően már tavaly is részt vett a diákolimpián. Most pedig ezüstérmet nyert, méghozzá Magyarország képviseletében 41 országot maga mögött hagyva. Igazából az ázsiai diákok azok, akik nagyon jók, tehát gondolok itt Indiára, Tájvanra, Dél-Koreára, akik rendszerint sajnos megelőznek minket, de európai országok közül Oroszországot leszámítva mi vagyunk a legjobbak. Péternek a kötelező tanulnivaló nem jelent kihívást, ezért fizika vagy kémia órán is versenyfeladatokat kap. Emellett persze szabad idejében is rengeteget gyakorol. A tanárok álma természetesen. Értelmes, intelligens, okos és mellé kellően elhivatott, és nagyon nagy a siker orientáltsága. A fiatalembert az orvoslás és a vegyészi hivatás vonza, és azt mondja, még nem gondolkodott azon, hogy külföldön kamatoztassa tudását. Egyelőre hazai pályán szeretne bizonyítani.